Üdvözlök mindenkit! Folytatom a kis vadászatomat. Hát a négyes medve, ha velem szembe jönne ma, az tökéletes lenne. Nem fog, mivel nincsen négyes medve még szerintem a pályán. Vagy ami volt, az véletlenül vagy üzébe kilőttük. Az első körbe visszamegyünk, és elszereljük magunkat azokkal közökkel, amik még lesz. Mint például. Majd pontosságot javítottak az 1903-on. Hogyha javították a pontosságot, az jó. Meglátjuk, hogy annyira javították azt a pontosságot. Nem. Kettesbe rakjuk a gimbalt. Jó volt. Harvasra függő. Egy első körre. Jöjjek, megnézem ezt a pontosságot, hogy ez most javítottak a szóráson, vagy olyan bug volt, ami nem tűnt fel. Aha. Nem, máshol lehetett. 700 méter. Oké, nem javítottak a pontosságon. De egyébként meg tényleg nagyon erős ez a fegyver, az ötös. Hát... hatosokat tisztességesebben terítik. Maradjunk a honlapról. No. Nagyon erősen gondolkodom. Mit csináljak, mert igazából most a négyes medvét kár lenne állandóan itt hajkurásznom. Na nézzük, hol vannak medvék. Medvegyinek. Medvegyin. Medvegyin. Van medve. 7 órakor itt.
Első körre megnézzük, hogy ott mi. Hát négyes medvét nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nem tartom valószínűnek, bár most itt volt átdolgozás. Hát a vegalózókat átdolgozták, lehet ennek köszönhető, hogy végre tudtam tegnap ügybe megcsinálni a borzokat, mert tegnap láttam csomó borzot, azért sosem nagyon. Következetesen mentem akkor is, mint most, tehát kerestem őket. Még a szél is. Érdekes. Nagyon alacsony kondíció. Jó, menjünk, nézzük azt. Furcsa lenne, hogyha lenne. Így a simba a térképen. Jó, nem érdekel mennyitek. De erősen azon gondolkodom, hogy ott ment el a medve. Ez de jó. Ahogy itt már is jelentek a borzok. Ezt a sose láttam. Tegnap először. Nyilvánvalóan a medvét mindenképp magas kondícióra kell hívnom.
arra nem jönnek a nőstények. Hát ugye nyilván az alacsony pont. Felnőtt egyes. Úgy döntött, alacsonyra hívok. Ez 60 környékén lehet. Medvének, hát nem tudom aztán az életciklusát, hogy módosították, vagy az évek számán változtattak, vagy a kornak a skálája változott, hogy meddig fiatal, meddig felnőtt, meddig érett. Nem tudom. De nagyon úgy néz ki, hogy a magas kondícióra jön. Hát akkor ezt a felnőtt egyest azért nem lőjük ki, mert magas kondíciója. Mehetünk tovább gyakorlatilag, ezért lesz nehéz a medvét vadászni. Megvannak a borzok. Nem tudom, hol lehet az a medve most meg. Nem futhatok. Elmenekületett. Ott van be a hím nyugodt. Akkor ott jön a medve valahol. De gyakorlatilag ez el is futhat, ezt nem tudom kérdezni. Értünk 200 méter.
Megnézzük, mi az ott. Lehet, hogy nem fogok tudni lemenni. Ufron érett egyes ím. Passar. Ainda just vai. Ai 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 ai. Os mer tudo um se ser intacto. Hát, az a baj, vissza se tudok menni szerintem. Nem, vissza se tudok menni. Egy lehetőségem van, megkockáztatom. Oké. Okay. Na. Csak ezt a pusztát. Én mindig nem vagyok jó. Megöltük az egyes muflont. Már ha azt találtam el. Bizárva, hogy mellé lőttem. Mármint egy másikat lőttem meg. Úgy néz ki, hogy meg lesz.
a légbuborékok a szűrőről is. Meg is van. Muflonok se egyszerű állatok egyébként. Lövések lent neki. 42 szám. Oké. Tovább is meg kell. Most van az most az amerikai pályán kell még egy négyes farkas, meg egy négyes medve. Ott se sok jobb a helyzet, mint itt. Ja, Aurórán meg a kacsás küldetés van, csak én meg azt nem vagyok hajlandó az a szem. Ott nincs küldi. Viszont selejtezni nem lenne rossz ott sem, mert ott gyakorlatilag megcsináltam a küldiket. A karakter miatt nem szívesen játszok a single playerbe. Ott multiba játszok, hogy ott tudok karaktert választani. És azt nem mondjátok, hogy ott nincs állat, ott csak az ág mozgott úgy, mintha állat lenne. Így benéztem volna. Olyan, mint legelt volna. Na mindegy akkor. Hát, mivel ott nem tudom, hogy amit selejtezek én multiba, az hatással van-e az egyjátékos módban? Ez bennem a kérdés. Azért a multi ugye nyilván arra van kiegyezve, hogy legyen állat. Tehát az ember nem magának selejtesz, hanem hogy együttjátszás szempontjából. Már csak olyan küldim van, hogy lőjek négyes állatot, ami meg keresni kell, de hát nem találsz. Szarvasoknál más a helyzet.
Igen, halvány. Vagy róka, vagy sakány, mivel vásárolok. Ez nagyon sötét, melanisztikről szó. Nem lőjük ki a fiat. Akkor se lőjük ki, akármilyen csodálatos szó. Rókák is vannak, hallom a nyelvedvásokat. Nézzük a medveitatót. Hol van nőstény, ott lehet a közelben van a hím. A medvét figyelnem kell, gyerekek, mert ez egy hármas medve. És az jó, hogyha egy hármas medve van, de ide járok fél évig, és lehet ez belőle négyes. Meg kellett, hogy jelöljem. Igen, tovább is állunk. Nem tudom, lesz-e bocsa, hogy oké, hogy hímnőstény együtt jár, de... bocsokkal nem nagyon találkozik az ember. Aha. Meg kéne felugrani.
helyileg hol. Gyakorlatilag itt végig látom. Medve. Hát ez megvan még ilyen, hogy tuti fut. Itt vannak a borzok merül. Abban reménykedem, hogy a rím sem futott húzottan messze. Ellenben ott voltak medvék, meg kell nézni, lehet, hogy van ott felfedezetlen nincs. Most jönnek a borzok, hogy üveg. Mi is baj? Tegnapi nap után a borzokat kicsit békén hagyom, hogy valahol itt volt már.
Terjeszt. Az volt az a... No, nem akartam. Nem, ez egy ütős bandának a jó helye. Azért volt rajta jelölő. Várom a következő ötös bűnszarvasomat.
Ez viszont sok. Hát a hű. Fiatal anyag nem lőjük ki, nőstény nem lőjük ki. És egyedül ilyen, hogy állokat ezt elhagyjuk. Hát fuss. Gémek aggasztanak, hogy nem jönnek. Ott kéne lenni. Hát, ha válaszol, nem tartom valószínűleg, hogy közvetlenül a tábor mellett ívó helyen van a gyakori előfordulásuk. Egyébként meg akkor lehet találkoztam volna. Szinte ott van mellette a tábor. Kilenctől, most már fél tíz. Azt mondja, megtehetem, hogy majd visszaugrok. Hát, ha mégis ott vannak. Itt még egy kicsit kihúzok. Ott voltak a tábornál, gyerekek. Ez jó.
Direkt magasra hívom, mert elméletileg ez az a rudli, amiben volt két ötös, egy négyes, meg egy hármas. Hát még fiatalok is. Na, még kicsit közelebb megyünk, aztán meglátjuk a hívóval, mi jön ki. Elég régóta négyes az a négyes. Hát a széle vannak gondok, az a baj. Hát 85 méter. Ha fogom maximum kideríteni valószínűleg. Följebb megyek ide. Hát, el lett volna. Egy érek kettes jön. Itt korán futsz vissza. Előtt egyes. Érek kettő. Furcsa. Mi ezek vannak megjelölve? Ezek vannak meg. Gyümszarvas nincs is más a környék. Érdekes. Igazán már nagyon éjszakon van, nem? Lejjebb is volt gimmekről. Történt valami? Ha. Miért ezek vannak megjelölve? Most el vagyok gondolkodva. Hogyan lehet ez?
Ha, egyébként ide is föl kéne jönni, mert itt lőttem 5-ös sakált, és ott volt egy porontja még régen. Mi a küldetése, sakál? Mindentől messze vagyok. Ez a házam hozzá a legközelebb. Csak az alvóhelyük van még. Na mondjuk 10 órától a szempont tisztő vizén. Nem délbe. Ah, az nem tudom, hol keresem a jó bandámat. Mi van? Mondjuk mi itt esetleg. Ez is lehet. Ja, aha. Ott a túloldalon őzek szoktak lenni. Az aljában meg a gémek. Vajon látom majd őt? Láthatnám is. Nézzük meg a magas kondíciók. Nézzük a magas kondíciót. Felnőtt egy.
Az őzek olyanok, mint valami pszichopaták. Hát ez remek. Utatra, amikor rá kezdett eljönni, hogy... Most se tudom, hol fogom látni. Még itt fog feljönni. Kb. Lesz 25 méterem, hogy észre. Ráadásul ott is. Nem akarok nagyon mozogni, mert akkor megriadnak. Minden még azt sem fogom látni, hogy mit veszik. Hogy mit riad. Ekkor. Nem tudnak is. De meg volt diszt. Van diszt. Ott van, ja. Albino. Felnőtt. Az is fel. Hmm.
Nagyon kíváncsi, mert a pancsim velem szemben egy érett kettes pancsim. Viszont egy albino. Alacsony kondícióra. Hívjuk alacsonyra. Hát nem erre gondoltam. Az is magas. Azon gondolkodom, hogy most alacsonyra jönne az albino. Egyes trófa érték, nem van a hely. Lóvé is van. Addig jó lesz, amíg nem lesz. Hogy hagyjam életbe. Hát ha lesz mondjuk egy kettes albino. Ez nem ugyanaz, amelyik elfutott az. Én nekem nem kellett volna közeledni. Beszarultál, vagy mi az? Még vaskos. Tetején. Ez is. De a magasra nem mozdultak. Egyes albinon gondolkodom, hogy ki.
Elsétáltatok. Ott az avió. Oda vaddisztom, hogy pont elhépte. Kettes érettek, hát nem tudom. Aztán a felnőttek se lesznek nagyok. Mi külön érdekes, hogy az óvó egyik se indult el. Menekülnek. Valami jót sem lövöm ki akkor. Egy kettes érett hím, egy felnőtt hím, felnőtt. Felnőtt hím. Nincs is felnőtt most. Ők felnőtteket. Hát az... Ők hátul van. Hol is érett most? Miért? Érettket. Két érettket. Akkor viszont eljöttük ki. Melyiknek lehet nagyobb az alap? Ja. Az első nekem nagyobb, mert vastag, vastag. Azt fogom. Van az két. 180.
Hát. Jaj, de jó, hogy pont ott van az a szar. Ó, de. Melyik lehet? Mancsa. Jó, tök mindig. Nem csak a kettes kondícióra. Úgy. De se volt több, ami jó. Látok pihenni. Hát neki. Hú, messze. Akkor már olyan föl sincsen fedezve, nincs szó. Ilyen műhely nincs felfedezve. Az igen. Pont a pihenőhelyek nincsenek felfedezve. Hát, beszarom. Thank you.
Aha. Ez fogja meg az óra, az még 100 méter. Azon gondolom, hogy lehet, hogy kell próbálom hívni, hát ha. Nincsenek. Jó lesz, ha utána megyek, az kiderül, hogy nőstény. Hát...
Az a baj, hogy húzom. Nem fog meg tudni, milyen állat. Hát de jó. Mégis itt mindig van egy domb. Mindig van egy domb, ami aljába vannak. Sose fogom megtudni, milyen állat. Nőstény. Valami fölfel menekült, az valószínűleg a kim volt. Akkor elvált volna a magasra. Elindulunk. Már jó tudni, mert egy három sínet látom, hogy a remény felcsillant, hogy egy-két hónap múlva lesz egy négyes belőle. Jó, megöttem, akkor ekkor nekem annyira nem érdekel. Nehézkes ez a medve keresés, nagyon nehézkes.
Előbb nem barna medvét írt ki. Halucinálok. Könnyen lehet, hogy halucinálok, mert a hang az ugyanaz volt. Gyerekekre se lenne rossz ránézni. Mennek. Érett 2-est kilőjük, az érett 4-est meghagy. Kérdés, ez melyik zerges csapat? Jaj, ne. Valahogy biztos felbukkanak a szikla mögött. Legyen hely. Ami nincs. Pont úgy kóvályognak, hogy nehogy véletlen. Ez a legjobb rész a dolgokon. Ez. Nagy csíkságon van egy sziklatömb, az meg. Fogom, végig.
a hívójuk sincs. Se erre nem mennek ki. Se erre nem mennek ki. Itt fognak végülni. Ezen a részen. Biztos. Hát ők tudják, hogy itt van. Mi? Egy négyes szek. Elnök kettő. Beton. Élet kettő. Attól félek, hogy shitboxot lövök. Véred kettest kéne ki. Két élet még. Véred kettő. Az kettő, hogy egy, mert hol felnőttet írt rá, hol vég. Jaj, ne csinál, jaj, ilyen nincs.
Remélem, amíg nőstényt lőttem ki, amíg váltottam helyet, cserét egy gyorsan. Jó találnak, ott megváltam együtt. Maradt egy 3-as, meg 2-4-es elmélet. Úgy gondolta, hogy fölveszem. Mi az? Ez komoly. Megvariálták a vizéket. Élették a nidzon hívási zónákat, meg a többit. A hatos szintű szarvasoknak maradt a 9 órai kezdés. Az ivás. Mind azok maradtak. A hatosok. Így van, hatosok maradt. 9. De a közepes szarvasoknak áttették 10. 5-ösök áttették. Ha. Őz. Parancsok át megint 9-re. Most olyan, hogy rossz volt a fordítás. Nem az életciklust, hanem a szükségleti zónák időpontjai változtak. Így van. Az összes ragadozó mindig 7-kor, mert az összes növényemben mindig 9-kor. Bevariáltak. Rópa. Kis ragadozók 9-től isznak. A közepes ragadozók 9-től isznak. A kis ragadozók. Maradtak. Itt. Paramed. Maradt a nagy ragadozók. A kis ragadozók. Többet kell majd használni megint akkora izét. Még egyszer. Hajék.
Feature jegyeztük, de mindegy. Így eddig könnyen mentek, hát szóval mindig. Nem tudom, lekommunikálták-e egyáltalán. Akkor könnyen lehet, hogy miért nem találtam ott az erkék tegnap 9 órakor. Azok azért itt. Akkor ide tesszük. Erre banda. Erősen azon gondolkodok, hogy át kell mennem az amerikai pályára. Van egy négy, hát, és farkas, egy négy, és hát. Na, mit csinál?
Ne alak şey. Megint egy érett. Két különböző banda. Egy elég lesz. Érett kettes. Érett hármas. Az egyik banda, a másik banda megvan. Élet négyes. Élet négy. A hitboxos idegenek már mindig igen. 90%-át látom az állatnak, azt fotóljam már ki. Érett kettest, azt épp. Meg már erre futtok. Élet most. Élet. Élet egy. Élet. A rendetek a nősti. Thank you.
Hát is rengeteg az életnek, nem? Úgy vettem észre. Jó, akkor tegyük őt. Kettes kilőttem, maradt egy hármas. Másik bandában van egy négyes, meg kettő egyes felnőtt, valahogy így. Egy vagon nőst. De ott a hármas jobb az. Úgy. El van fedezve. Le kell jelezni, mert a kettő vagy három banda is jön inni egyébként. És úgy néz ki, hogy 11 órakor. Nem 9-kor, mint ahogy eddig a frissítés előtt. Úgyhogy átrendezték a need zone időzítéseket a állatoknál. Hát én még az utána vagyok az a bandát, megnézem, mert most van három hím, van 8 nőstény, akkor simán. Érettek be egy-két. Hát futhatnék is. Itt azok jobban megérnek a lövést.
Hát nem jön be. Mikor történt? Jó régen, hát. Awesome. This one, what was that? I'm not cool on that.
Újabb banda. Visszatérve. Egy tábla. Nem állnak. Az mit? Menn a völgybe. Nem tudok úgy oda menni. Ér az jó. Nagyon benn vannak abban a völgy. Team 2-es.
Hármas. Két érett hármas, egy érett. Nem vagyok érett négyesekkel, gyerekek. Nem vagyok, mert a harmadikban érett négy. Én gyanítom, hogy ez lesz. Azaz. Hármas. Érettet. Megvárjuk. Hát, hogy jobb is, hogy így szét választották a fajok bizonyait, mert ugye egyszerre nem tud a helyen. Folyamatosabb lehet a vadász. Mindig lesz olyan izzon, ahova érdemes lett. Minden ragadozó egyszerre elvett, vagy egyszerre jó. Ugye a növényevők is. Legalább több fajra tudsz menni egy vadászat alatt. Nem kell annyit aludni meg. Nagyon izzott párti van. Meg kell tanulni, helybe kell tartani, vagy meg kell nézni. Tudsz. Elsőre nem tetszett a dolog. Erre ugye megszokta az ember és a helyből. Ugye mondjuk. Az, hogy az Ergék meg a gémek is a terepészt. Az egyik elfogyott a kort.
Ugrassz, elkézel, utána kicsit szabadozózol. Nem baj, hogy ez a idővel megtem úgy az el. Megnézed az enciklopédiába meddig. Menjünk. Éreztem, hogy ilyenkor ide teszik. Csak oda 200. A 60 románe. Felriasztásos.
Ó, basszus. Nem mindenképp ki kell ölnöm. Miért egy? Hát ezek már nem menekültek. Nem olyan kitranszportolni az élet. Ha ne csináljátok, a 120 méterre vagyok, meg vicceljetek. Hogy ne. Ugolva.
Aha. Ide. Meglátjuk. Hátra kellett volna, de mindegy. Mind kellene. Ajj, de jól berakták ezt a vizet. Úgy hiányzott. Nem érdekel, kilövöm hús összesét, nem érdekel most már. Úgyis tele vagyok lóvéval.
500 és mert 80 métert kell mennem. Köcsökségre továbbja.
Bassza, egy oldalon volt. Ez az. Yeah, I'm gonna try.
Nem hiszem el. Ez miért ötlöm? Nos.
Na de honnan lőttem? Lász még. Igen, szép volt. Akkor lett.
Köszönöm. Miért arra mentek csak? Elindulnak ki, azt vissza. Mondom. Hát ez... szerint.
Egy nőstény van ebben a rúdiniben. Megtámadtak az erdők. Lehalok. Vissza is jött. Vissza. Nézd meg. Mit csináltok, baby? Arany szíveim. Ma is élve, és tesz eszem, mint csoda, hogy éle. Ebből az egyes megvan. Fokhasznát nem vettünk, hát a másik rúdió egyszer nőse kellőre. Majdnem fölvettem a követ. Hogy sikerült nekem leszednem a izéről. Ez vagy ez a banda lehetett. Valahol itt vagy ez. Ez a banda nem lehetett, mert itt ugye itt az Albin. Pedig erre volt rárakva. Olyan helyet kell keresnem, ahol közel vannak. Ah!
Lehet, hogy ez a banda volt. Visszarakom oda arra. És lehet a másik bandai botot éppen. Na gyerekek, szerintem ez már ennyi volt. Holnap is lesz egy ilyen stream. Frissítést megéreztem, abszolút elégedett vagyok a frissítést. Nem találkoztam új buggal, akkor elméletileg azok ki lettek javítva, mert nem találkoztam. A vízcsobogás igen nagyszerű. Az átdolgozás is utólag úgy gondolom, hogy nem volt rossz ötlet. Hogy külön választották a növényevőkön belül is a középtestűeket, a nagytestűektől, a ragadozóknál a kis testűeket, a közepes testűektől is. Hát ez így szélesebb skálán lehet vadászni. Nem arról van szó, hogy alszol és gémet akarsz lőni, akkor reggel hétre beállítod, de akkor nem tudsz mást lőni, mondjuk közepes testű szarvast, a dámot, akkor itt a gémek ivási időszaka vége, mit tudom én, akkor átmész dámozni, és nem kell aludni, hogy az ivóhelyeken, vagy éppen az evőhelyeken megtaláld mind azokat a vadakat. Nem tudsz vándorolni. Az is jó jött, hogy a nagyobb távolságból lehet hallani az állatokat, 300 fölött 360, azt hiszem a max, amivel eddig találkoztam. Így érzed azt, hogy van állat a térkép. Hát ez is ott. Hát megmondom őszintén. Jó, a kötelező új pálya meg kell, hogy legyen, mert ugye aki megvette a prémiumot, az lehet, hogy várja. Én annyira nem is az új pályát várom, az új dolgokat, felszerelést, ezt, azt, azt. Esetleg kutyát, hát az tudom, hogy az nagy meló, azt megcsináljuk. Nem is tudom, hogy tervezték-e, hogy a kutya beleférjen az ilyen stílusú ebbe a koncepcióba. Szerintem simán meg lehetne oldani a kutyát. Ha nem is akarnak több kutyát, mint a klasszikba, de nem is egy oldalú kutyát, hogy csak nyomkövető kutya legyen. Mondjuk behordó kutyát, meg behordó kutyaként, meg felfedező kutyaként mondjuk egy vizslát, valamilyen vizslát be tudnék rakni szívesen, főleg az erdeibe azért a magyar vizslát, ezt önne. Az behordásra is jó, meg felkutatásra is. A klasszikból indulok ki. Egy szimat szörenyt, egy vérevet. Valamilyet. De gondolom, hogy a legkisebb prioritásom a bír. És per pillanat náluk. Mert mondjuk egy szaporító spray mégiscsak jó lenne. 15% skill-el, mondjuk még 15%-ot a prével úgy beárazni, hogy az, hogy jó legyen mindenkinek. Nem csak a játékosokra gondolok. Traktanítós priát. A hívókat azt raktak be, az egyértelmű, az, ez így jó, talán. Hát meg hiányozhat. Ha skinezni kéne a puskát, akkor igazából én nem ilyen festhető, ilyen terepszínű, meg ilyen, hanem ilyen metszett, vagy aragott tusú. Még hagyományos 223-os is nagyon szívesen látni a forgótolózárast.
Milyenféle automatát, vagy nem tudom, az milyen. Ez inkább olyan katonai, az a kettő szóval, hát. Nyilván 150 fő, nem kell, de. De mondjuk a meglévők a prémium verziót. Drágább kreditbe. Egy-két ilyen felszerelt. Bele tudjuk. Hátrakat nagyon nem akarnak rakni, azt hallottam, úgy tudom, hogy sem pálaszerelhető lesz, sem hátrat nem akarnak, viszont építhető lesz, azt simán el tudnék képzelni. Olyasmiket, mint a gyári. Úgy, mint a klasszikba fel lehetne húzni, 24 óra alatt korlátozott számot lerakni tényleg olyan helyekre, ahol az ember úgy gondolja, hogy lerakja. Nem feltétlenül tartom szükségesnek, mert elég önt ott az ergéző helyen tehet, igazából teljesen felesleg, esetleg az álca miatt. Hát majd egy éves nincs még a játék, most lesz egy éves, úgyhogy gyakorlatilag tárazon sírni, hogy nincsen tartalom, majd jön az. Egyiknek 7 év előnye van, a másiknak több mint 10, nem, vagy 12 év előnye van. Gyerekek. Törődnek a játékkal, én remélem elég pénzt keresnek vele, bízom benne. Jó, az jó dolog lenne, ha annyi pénzt keresnének, hogy ezt a játékot nem kéne majd nekik. Na, köszöntöm a figyelmet, sziasztok!